Tisztelettel köszöntöm Önöket a Bajnokok Városa ezúttal, innen a Tata edzőtáborból jelentkezik. Tesszük ezt azért, mert itt tartja az alapozását, tehát gyakorlatilag az egyik legfontosabb nyári időszakot az Albafehérvár női kézilabda csapata. Deli Rita együttese készül már gőzerővel az őszi szezonrajtra. Ugye arról már hírt adtunk itt a Fehérvár Médiacentrum Fehérvár Televízió felületein, hogy többen is érkeztek, hogy mi a helyzet velük, és hogy mennyire látszik megoldódni a kapus kérdés, hiszen Herorsi sajnos tértszalag szakadást szenvedett, így ő biztosan kiesik sajnos hosszú időre. Szóval, hogy mennyire látszik megoldódni a kapus kérdés, erről is szó lesz a következő Uszkve 20-25 percben. Tartsanak velünk! Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. Hogyan telnek a csapat mindennapja itt a Tatai edzőtáborban? Nagyon munkásan. Egyrészt egy nagyon szép környezetben vagyunk, és azt a célt, azt a Tatai edzőtábor minden futópályája, uszodája és az új csarnok az biztosítja számunkra, hogy teljesen nyugodtan tudjunk készülni. Úgyhogy a lányok nagyon nagy lelkesedéssel kezdték már múlt héten a felkészülést. Itt azért a Tatai edzőtáborban a munka mellett azért a csapatnak a kohézióját próbáljuk még jobban erősíteni, hiszen azért több új játékos érkezett, a fiatal játékosok is csatlakoztak a csapathoz, úgyhogy teljes keretünk itt van, egyedül Nascimento nincs, aki a rehabilitációját végzi, de tegnap a sárkányhajózásul, ami egy csapatépítő programként a délutáni időzéles pihenő délutánon is csapatprogramjában volt, ő is csatlakozott a csapathoz. Akkor megvan a közös nevező a játékosokban? Hát legalábbis közelítünk hozzá, most még az erőléti edzések folynak, délelőtte a kondicionális edzések, futás, illetve a konditermi edzések, és délután megyünk terembe, ahol lassan elkezdjük már a kézlabdás mozgásokat, a védekezésnek, főleg a 6-0-ás védekezésnek az alapjait összerakni, hiszen sok új embert kell egymás mellé beépíteni, úgyhogy mindig a védekezés az alapja a kézlabdának, úgyhogy azzal kezdtük, és úgy szépen építem föl majd a nyitott védekezésünket, úgyhogy egy-egy taktikai jellegű, ma délután például már taktikai jellegű edzés lesz, és hát készülünk arra, hogy így a hétről hétre, amikor az edzőmeccseket játsszuk, azért az új emberek is be tudjanak épülni a játékunkba. Sérültek listája rövidül? Hát rövidül, viszont azért vannak ilyen vagy hozott sérülések sajnos, úgyhogy hát Temes Bernadett, ő most nem tud gyakorlatilag a futó részben részt venni, úgyhogy abszolút ő csak felsőtes, most van neki egy kéthetes pihenője, egy húzódással érkezett a nyáron. És hát gyakorlatilag Utasi Linda egy tért műtéten van túl, és hát Nascimento, aki még ugye rehabilitációt végzi, úgyhogy a többiek teljesen egészségesen, jókedvel dolgoznak. Ugye hát ami egy fontos napi rendi pont most nyilván a csapat életében, az a kapus kérdés. Mi mondható el ezzel kapcsolatban most? Hát igen, Herorsi gyakorlatilag az első edzésen megsérült, úgyhogy őt múlt hét pénteken meg is műtötte Apkorovics főorvos úr, úgyhogy a műtét jól sikerült. Hát rá egy nagyon hosszú rehabilitációval, hiszen egy keresztszalagsérülés az minimum 6 hónapot vesz igénybe. Úgyhogy az ő pótlását az Egyesület megpróbálja megoldani, és azon nagyon komoly anyagi áldozatokat is kell, hogy eszközöljünk, hiszen Magyarországon kerestünk elsősorban kapust, de hát itt a szezon kezdetnél már azért azok a top első számú kapusok hát gyakorlatilag elkeltek, így hát mindenképpen külföldről kell, hogy igazoljunk, úgyhogy most több vonalon elintottuk a keresést. Most már közel járunk a megoldáshoz, úgyhogy remélem, hogy egy hasonló, stabil, nagy rutinnal rendelkező kapust tudunk igazolni. Aki véletlenül, tehát külföldi lesz? Hát valószínű, mert nem volt olyan magyar kapus, akit tudtunk volna mozdítani, hiszen már mindenki szerződéssel rendelkezett.
Úgyhogy így sajnos a külföldi kvóta miatt, ami nagyon komoly pénzösszegekbe kerül, az Egyesület nyilván megpróbálja ezt megoldani, úgyhogy ez mindenképpen nagyon pozitív dolog. Hát bízunk benne, hogy ezen a nehézségen azért hamar átlendül majd a csapat, illetve a menedzsment, és reméljük, hogy ősszel majd rendben neki tud vágni a bajnokságnak az alba. Mi most a célkitűzés? Nyilván az európai kupa porond az alap. Hát igen, ez minden évben gyakorlatilag célkitűzés, így az idei évben is. Nagyon minden évben azt mondjuk, hogy nagyon erős a bajnokság, hát most azt gondolom még erősebb lesz. Olyan nevek érkeztek megint Magyarországra külföldről, hogy még komolyabb versenyhelyzet lesz. Most itt nem akarok gyakorlatilag neveket kimelni. Ugyanazok a csapatok, még talán a 12. csapat is olyan komoly erősítést végzett, hogy én azt gondolom, hogy 10 csapat szeretne az 1-től az 5. helyig bejutni. Azt gondolom, hogy a Győr az kimagaslik, és hát onnantól kezdve Ferencvárosért nagyon-nagyon megerősödött, de hát itt most mondhatom a Debrecen, Siófokot, minket, Érdet is akár, tehát nagyon-nagyon komoly csaták folynak. Remélem, hogy a 6. helyet is nehéz azt gondolom megtartani, amit az elmúlt évben tudtunk teljesíteni, úgyhogy nem úgy megtartani, hanem még talán előrelépni is még nehezebb lesz. Lekötött edzőmérkőzések vannak már, ezeknek a helyszínei időpontja ismertek? Igen, ezt már amikor a lányok elmentek pihenni ugye június elején, akkor már ezt előkészítettem, úgyhogy már megvan minden hétre a program, úgyhogy az edzőmérkőzések is megvannak. Jövő héten már elkezdjük az edzőmérkőzések sorozatát, úgyhogy minden héten lesz egy saját rendezésű tornánk, ahol a Mihalovca és a Dunai Város fog vendégszerepelni nálunk, aztán ezt követően játszunk az MTK-val, megyünk a Ferencváros klubjára, illetve nálunk fog ismét edzőtáborozni a norvég Trondheim csapata, aki most már hosszú idők óta fehérvári állomásként egy hetet szoktak nálunk tölteni. És hát azt követően még a bajnokság kezdete előtt egy héttel lesz egy utolsó edzőmérkőzés, és utána pedig a bajnoki rajt. Most már azt is tudjuk, hogy a Ferencvárossal kezdünk idegenben. So mesélj, milyen érzések vannak benned így a visszatérés kapcsán? Hát nagyon örülök, mert ugye azért itt, mielőtt elmentem Norvégiába 9 évig, dolgoztam az utánpótlásba, úgyhogy jó volt hazajönni, mert a kollégákkal is jó kapcsolatot ápolok, úgyhogy tulajdonképpen úgy érzem, hogy hazajöttem, úgyhogy mindenféleképpen nagyon jó, meg hogy ugye, tehát az, hogy utánpótlásból mentem el, és hogy a felnőtt csapathoz térhettem vissza, azért ez egy nagyon nagy megtiszteltetés. Mi vagy ki hiányzott a legjobban? A kislányom. Az utolsó évben, ugye három évet töltöttünk ki, ő csak 2-t, én vagy igen, úgyhogy az utolsó év az már ilyen ingázás volt, úgyhogy ő hiányzott a legjobban nyilván, de hogyha kézilabdát nézzük, akkor hát a profizmus meg, ami ugye rendelkezésre áll a csapatnak, mert ugye Norvégiában ott azért mondják is, hogy ők profi amatőrök, tehát azért mind anyagilag is, minden szempontból azért jóval szerényebb körülmények között dolgoznak, mint a top csapatok, mint a másodosztályba, úgyhogy ez a profizmus azért ebben jó visszatérni. Mi az, amit Norvégiából hazahoztál magaddal, amit aztán majd Fehérváron tudsz kamatoztatni? Hát mindenféleképpen ez a skandináv pozitív életérzés és szemlélet, hogy mindig próbáljuk, akármennyire is nehéz helyzetben vagyunk, ha vagyunk, tehát mindig próbáljuk megtalálni a jó dolgokat, és örülni annak, ami van, az, hogy csapatként tényleg tudjunk együtt funkcionálni, mert azért nagyon jó játékosok alkotják ezt a csapatot.
akik tényleg a legjobbak közül valóak, és ez szerintem fontos, hogy ők, mint csapat tudjunk együtt dolgozni. Ez a része, valamint én úgy gondolom, hogy ez a kondicionális rész, amit sikerült így, mert azért a Rita már próbált ezt korábban is, ugye, mikor a Trondhegy tavaly is itt állomásozott Fehérváron edzőtáborozni, akkor is ugye próbált már velük konzultálni, de én úgy gondolom, hogy ezért ez az erőkézilabda, amit ők játszanak, és hogy ahogy fölkészítik a játékosokat erre, az, tehát ez a kondicionális rész és a lelki dolgok, tehát hogy motiváljuk és biztassuk a lányokat folyamatosan ez. Lely Ritával milyen gyorsan találtátok meg a közös hangot? Hát nagyon gyorsan szerintem, mert mi azért ismerjük már egymást régről. Amikor én itt dolgoztam, akkor ő utánpótlásvezető volt, úgyhogy hát szeretek vele együtt dolgozni, mert ugye egy nagyon liberális, demokratikus, nem tudom, hogy mondjam, gondolkodású ember, úgyhogy könnyű vele együtt dolgozni, mert azért nagyon bevonja a stábot, és ezért nekem az fontos volt, mert ugye Norvégiában a stáb is nagyon csapatban dolgozik, úgyhogy őszintén milyen szempontból kilóg a sorból, hogy nem ezt a tipikus magyar mentalitást képviselni, amit nagyon sok edző, hogy mindent ő maga, és akkor majd ők megoldják. Úgyhogy ez ilyen szempontból könnyű, tehát mi hát ismerjük egymást, úgyhogy nem. Könnyű lesz szerintem együtt dolgozni. Legfontosabb kérdés, hogy vagy? Jól vagyok, nagyon köszönöm, igaz, hogy így már csütörtök van, egy kicsit el vagyunk fáradva, így kollektívan, de próbálunk azért fejben, meg így testileg rendbe hozni a csapatot, biztatni egymást, hogy azért még alapozás második hetén vagyunk, és hogy még bírjuk ezt a 6 hetet, ami még vissza van a kezdésig. Nagyon jót tett ez a nyári szünet, ez a 2,5 hét, amit ugye a válogatott után tudtam idézőjelesen pihenni, de ezt a pihenést is úgy fordítottam, hogy külön erőléti edzőhöz jártam, és külön futni is, szóval az egész nyarat végigedzettem, hogy jó formában legyek a kezdésre. Szeretted az alapozást? Hát eddig nem szerettem, de most úgy gondolom, hogy jó formába kezdtem el, és most azt mondom, hogy jó, meg új szisztémába csináljuk az egészet, úgyhogy szerintem nekem eddig tetszik. Mesélj erről az új szisztémáról, mi az, ami más? Hát ugye új másodedzőnk lett, aki ugye Norvégiából tért haza, meg erőléti edzőnk is lett, ugye a Pór Andrés, aki ugye a Vidiből jött át, és ők ketten azért nagyon jól összerakják a konditermit és a futóedzést is, és ez nekem nagyon tetszik. Mit vársz a következő szezontól számodra? Mi a minimális célkitűzés? Hát én nagyon szeretnék a 4-be kerülni, de igazából ugye vannak sérültjeink, ugye a Herosi ugye az első edzésen megsikerült, akkor a Nascimento és a Temes Berni is ugye sérülten érkezett a csapathoz. Hát reméljük, hogy azért az egyikük a szeptemberre már felépül, az EHF kupába való indulást szeretném elérni. Milyennek ítéled a csapaton belül a kohéziót, mennyire épültek be az új emberek, hogy éltétek meg a távozók elmenését? Hát nagyon ugye sokan távoztak, olyan játékosok is, akik ugye sokat játszottak védekezésben, inkább védekező játékosok voltak, akik ugye távoztak. Szerintem azért jó játékosok igazolt ugye a Rita is, meg az elnökség is, hát remélem azért, meg ugye, vagy bocsánat, több fiatal van, szóval több fiatalt igazoltunk, és ugye nekik azért az NB1 azért ugye az egy nagy kiugrópont, hát reméljük azért jól jövünk ki. Érzed magad az Albában és Fehérváron? Jól érzem magam, a város nagyon tetszik, mert voltam belvárosban is, nagyon kellemes ott. A csapatot is nagyon kedvelem, a lányok nagyon jó fejek, úgyhogy beilleszkedéssel szerintem nem lesz gondom. A kézilabda részével van egy kis bökkenő, ugyanis van egy kis sérülésem, de azon vagyunk, hogy tehát minél több kezelést kapok, hogy minél előbb visszatudjak térni a kézilabdára, és én is tudjak a többiekkel együtt edzeni. Mi fáj? Itt a combom hátuljában van egy kisebb
húzódásszerű dolog, és annak kell meggyógyulni. Mesélj a váltás körülményeiről, miért választottad az Albát? Igazából Herr Orsi személye és Ali Nascimento volt, akikkel megbeszéltem ezt, hogy ők jönnek ide, és akkor gondoltam, hogy nem lehet ez itt olyan rossz. Aztán beszéltem Jimmyvel és Ritával is, és ők is úgy gondolták, hogy beleírhetek ebbe a képbe, a csapatba. Megbeszéltük a dolgokat, és elég egyszer találkoztunk, megbeszéltünk mindent, és úgy is volt, hogy váltok. Most ülve főve együtt van a csapat itt az alapozás időszakában, az edzőtáborban. Milyenek a tapasztalataid, az első benyomásai? Igen, ez egy ilyen időszak nyáron, aztán van idő megismerni egymást rendesen. Én mondom, hogy nem vagyok teljesen együtt ugye a lányokkal, főleg a kézlabdás edzéseken, bár ott vagyok és figyelek, hiszen ha végre be tudok állni közék, akkor fejben azért tudnom kell így a figurákat, meg hogy mik a koncepciók. Még van mit fejlődni, az biztos, eléggé kezdetleges még az állapot, úgy látom, hogy hogy fogjuk egyáltalán a labdát. Hát de most ez az időszak van, megyünk előre. És reményeid szerint mikor végezhetsz majd teljes értékű munkát? Most 2 hét pihenőm van, nem futhatok, de felsőtestre erősítek, remélem 2 hét múlva már teljes értékű leszek. Az imént Mayer Szabina azt mondta, hogy a legjobb 4-be várja az Albát. De? Nagyon erős a bajnokság, az tény, minden csapat erősített. Én most így előre szerintem senki nem tudja megmondani, hogy melyik csapat milyen erőt fog képviselni, meg hát a sérülések is közbe jöhetnek bármelyik csapatnál. Hát első 4 nagyon jó lenne, az tényleg szerintem extra lenne a csapattól. Hát természetesen nekem is ez a célom, hogy minél előbb végezzünk. Mennyire vagy fáradt? Hát most már azért csütörtök van, most már érzem, hogy itt-ott fáj valamim, de még elviselhető teljesen. Már múlt héten is volt labdás edzésünk, ezen a héten ma lesz még a 3., szóval már azért elkezdtük egy kicsit a taktikai részt, a védekezést. A kicsit még nehezebb megy a labda, pattog néha ide-oda, de igyekszünk megszelidíteni. És milyen Albát láthatunk szerinted majd az új szezonban az előzőhöz képest? Hát nagyon remélem, hogy a védekezésünk az jól össze fog állni, és azt gondolom, hogy ha csapatként fogunk játszani, akkor bármire képesek lehetünk, és ez lehet az egyik nagy erényünk, hogyha tényleg csapatként összeérünk. Hogy élted meg azt, hogy többen távoztak a csapattól, és hogy fogadtad az érkezőket? Hát nekem volt 2 nagyon jó barátnőm, a Csenge meg a Flóra, akikkel nagyon összebarátkoztam a múlt évben, úgyhogy ők nagyon hiányoznak nekem, de amúgy én szeretek barátkozni, úgyhogy nem féltem magam. És az oroszok nagyon kedvesek, bár kicsit keveset kommunikálnak, de igyekszünk hamar megtanítani őket magyarul, és akkor minden sokkal könnyebb lesz, illetve én a Bernitőt ismertem már régebről, és ő is nagyon kedves, úgyhogy szerintem abszolút nem lesz gond. Számodra mik az elmúlt szezon legfontosabb tanulságai? Hát először is szerintem nagyon sok rutin gyűjtöttünk az EHF-ben, és nagyon remélem, hogy ezt idén a bajnokságban tudjuk kamatoztatni. Azt gondolom, hogy így ebben az évben, mivel nem fogunk játszani nemzetközi kupát, talán egy kicsit több erő marad a bajnokságra, és azok a meccsek esetleg, amik tavaly úgy sikerültek, hogy megnyerhettük volna, azok most a mi javunkra fordulnak ezáltal. Ez abszolút nagy tanulság volt. Illetve szerintem az, hogy nem lesz abszolút könnyebb szezon, mint a tavalyi SM, és nagyon nehéz meccsek lesznek, minden csapat erősített, változott, és ez a középmezőny, ez borzasztó erős, úgyhogy tényleg minden pontért meg kell küzdenünk. Azt tehát biztos, hogy nehéz lesz ez a bajnokság, talán nehezebb, mint az előző, de mi kell ahhoz, hogy ne fordulhasson ez az elő, mint ami például a legutóbbi szezon hajrájában, hogy a csapat saját magának ne nehezítse meg a saját dolgát? Igen, ez egy komoly előrelépés lehet, hogyha a hazai biztos játékunkat, azt át tudjuk ültetni az idegenbeli játékainkra, mert ott volt komoly, azt gondolom, hogy lemaradásunk, vagy hitvesztésünk. Ahogy látom itt a lányokat, egy
azt gondolom, hogy egy másabb szellemi, másabb ambíciókkal rendelkező játékosok is érkeztek. Komoly plusz energiát is fektettek, vagy a stáb is fektet, hogy a lányokat próbáljuk úgy összecsiszolni egy jó közösségé, hogy a jó játék, mert én azt gondolom, nagyon sokat tudnak ezek a játékosok, a fizikális felkészítés az ugyanúgy meg lesz. Úgyhogy ha ebben tudunk egy lépést előrelépni, akkor szerintem ez mindenképpen a helyezésben is látszódni fog. Bízunk benne, hogy az Albafehérvár KC női kézilabda csapata sikerrel veszi a 2017-2018-as szezon akadályait. Ez volt már a Bajnokok Városa, köszönjük, hogy velünk tartottak. Tegyenek így legközelebb is, viszontlátásra!